kaptam tőled, Istenem. Olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted kaptam tőled, Istenem. Olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted kaptam tőled, Istenem. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled, Istenem. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam tőled, aki kapja Isten lelkét, annak az életében Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg. Ezek a lélek gyümölcsei. Az ilyen ember elkezd előbb-utóbb szolgálni Jézusnak, és hasznos lesz másoknak. A szolgálat kapott képességeket lelki ajándékoknak, kegyelmi ajándékoknak, görög szóval karizmáknak nevezi a Szentírás. Szeretet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szeretet. A szeretet mások javára történő, önzetlen és jó indulatú törődés. Minden pillanatban a szívünkben és lelkünkben kell legyen a szeretet, mert ez jobbá teszi a világot. Öröm. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Örömet okoz, ha az Úr családunk, társaink, környezetünk felé szeretettel fordulunk. Békesség! Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mintha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne. Békesség az, amikor öröm és szeretet uralkodik bennem, környezetemben, hitemben is, tetteimben is, akkor is, ha a külvileg másra adna okot. Türelem! Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást türelemmel. A türelem áldás egy képesség, ami alkalmassá tesz a bennünket érő nehéz dolgok, körülmények könnyebb elviselésére. Ez a tulajdonságunk is erősödik a hit által. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Thank you.
Úgy is segítsünk másokon, hogy cserében nem várunk viszonzást. Jóság, újra gyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tökéletes csak az Úr tud lenni, de mi lehetünk jóságosak, mert a jó ember meleg szívű és szeretetre méltó. Hűség, a szeretet és ség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Legyünk hűségesek családtagjainkhoz, emberi kapcsolatainkhoz, önmagunk. A hűséges ember akkor is betartja az adót, szóval ha emiatt akár magasárat is kell, hogy fizessen. Szelítség, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és áldozatos szív. A szelíd ember nem tűr minden néván, de mindig csendes. Bátor, de nem fordítja mások ellen erejét, hangját. Érzelmei nem uralják, mert irányítja őket. Önmegtartóztatás, belvilág gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét. Az önmegtartóztatás emberi vágyaink felett uralkodás ajándékát jelenti. Azt az embert jellemzi, aki hatalmába tudja tartani önmagát. Szívből kérlek, Istenem, ha egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkire jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Ámen. Mm-hmm.